A dombovári rendőrkapitányság vezetője, aki a Tolna megye közbiztonságáért díjat vehette át legutóbb, teljesen véletlenül botlott bele egy toborzásba, ami a rendőri pálya felé irányította akkor. Az elismerést a megyenapon Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője és Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke adta át Bognár Szilveszternek, aki rendőrként és később a dombovári rendőrkapitányság vezetőjeként végzett, kiemelkedő tevékenységért részesülhetett az elismerésben. Vidéken éltem, Koppányszánton egy kis faluba, és szóltak a vadátok, hogy Budapestről jönnek le toborzó tisztek, a rendőri szakmát népszerűsíteni, és hát rendőrjelölteket keresnek, és megbeszéltük barátainkkal, faluban lakó fiatalok, hogy elmegyünk, meghallgatjuk ezt a lehetőséget. Sőt, érdekessége a dolognak, hogy a családban sem volt, a közel rokonságban sem volt rendészeti pályán, vagy akár katonai pályán senki. Egy teljesen önálló gondolat volt ez a dolog. Nyilván először az volt a cél, hogy felvegyenek, és kipróbálni szerettem volna magam, és hát rábíztam a sorsra, úgy tetszik a rendőri tevékenységemet. Családi körülmények miatt fiatal 15 évesen már munkát kellett vállalnom, a tanulmányomat abba kellett hagyni, és 8 általános iskolával kerültem fel Budapestre rendőrnek, akkor még felvettek, és ahogy a rendőri iskola egyéves rendőrtiszthelyettes képző véget ért, azonnal beiratkoztam egy középiskolába, hogy érettségit szerezek, és már akkor elhatároztam, hogy ha lehetőség lesz rá, akkor tanulni fogok, és ez a lehetőség itt a rendőrségen belül az életem során mindvégig megvolt, és azért nagyon hálás is vagyok. Bennem ez talán többszörösen is megvolt mindig, hogy szerettem volna jól csinálni, szerettem volna mindazt a képességet, amit úgymond bennem van, kihasználni és a hivatásomra fordítani. De az, hogy egyszer rendőrkapitány leszek, vagy egyáltalán rendőri vezető, ezt nem gondoltam és nem is készültem rá tudatosan. Fontos volt az életemben, hogy tanuljak, és ahogy mondtam, erre lehetőséget kaptam. Érdekes, amikor rendőrtiszti főiskolát elvégeztem, és talán dicsekedhetek vele, hogy jó eredménnyel, majdnem színötösre, és majd később a jogi egyetemet is cum laude eredménnyel végeztem. Ahogy mondták, szokták mondani, ha valamit csinálsz, akkor azt már érdemes jól csinálni. Tehát visszatérve, amikor a rendőrtiszti főiskolát elvégeztem, akkor mondták kollégáim, barátom, hogy még rendőrkapitány is lehetsz, és az ember ezen jót mosolygott, hogy tulajdonképpen igen, de nem erre készültél, de örülök, hogy ide értem, és örülök, hogy ennyi emberrel dolgozhatom együtt. 1984-ben szerettem fel rendőrnek, gyakorlatilag éppen betöltöttem a 18. életévemet, és közelít a 40 évhez a rendőri pályafutásom. Számtalan kitüntetésben, soron kívüli előléptetésben részesültem. Nagyon büszke vagyok, ha az elejéről kezdve, amikor őrmester lettem, az egy fontos lépés volt az életemben, aztán amikor baleseti helyszínelőnek megválasztottak Dombováron, akkor indult a közlekedés rendészeti szolgálati ág, előtte nem volt, ugye Tamási kapitányság járt át, és a szakmai munkám elismeréseként az első között voltam, aki a közlekedési szakterületbe bekerült, és akkor nem sokkal rá zászlósi rendfokozatot kaptam. Ugye a rendőr életében rendfokozatok fontosak. És van az életemnek egy érdekes története, amikor ugye nagyszülők neveltek nagypapám, nagymamám, és amikor rendőr lettem, a nagypapám mondta, hogy édes kisfiam, ha jól csinálod a dolgot, a 40 éves korodban még őrnagy is lehetsz. És tulajdonképpen 40 éves volt, amikor őrnagyi rendfokozatba léptem. Dombovár rendőrkapitányságon Varga Péter tábornok úr most már javaslatára, akkor lettem bűnügyi osztályvezető, és nagyon hálásan gondolok vissza ezekre az évekre, emlékekre, és hát nyilván a nagyszüleimre is. Hihetetlen büszke vagyok erre az elismerésre. A nagyon nagy érdeme az én szememben ennek az elismerésnek, hogy ez egy civil, nem a szervezeten belüli elismerés, hanem ez egy civil elismerés. Nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy mindazok, akiknek az életében részt veszek, a rendőri szakmám, a kollégáimmal segítjük, fenntartjuk Dombóvárt, vagy előtte Tamási két közbiztonságot, igyekszünk megoldani az ügyeket, fölfigyelnek azokra az emberekre, akik a társadalomnak a békét, a boldogulását segítik. Nagyon jól esett ez a díj, nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki a pályafutásom során az én kis szakmai munkámat segítette, vagy az általam irányított egységnek a munkáját segítette. Hálás vagyok a családomnak,
kollégáimnak, akikkel együtt dolgozhattam, és mindazon vezetőimnek, elöljáróimnak, akik lehetőséget biztosítottak, hogy éljek azzal a szakmai tudással, amit megtanultam és megtapasztaltam. Örömmel például azok a saját életemmel, a saját pályafutásommal. Igen, én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy, ahogy mondani szokták, a marcsabot mindenkinek ott van a kezében, zsebében. Kell vele tudni élni, nagyon sok, hogy mondjam, munkát igényel, nagyon sok lemondással jár, hogy az ember ennyi mindent elérjen és megtapasztaljon, akárcsak a tanulmányokat folytatva. Sokszor hívtak a kollégák, hogy foci lesz este, hogy menjünk el, ígyunk egy sört, és mondtam, hogy nekem tanulnom kell, mert vizsgák lesznek nyilván. Ez mind-mind benn van, de én azt gondolom, hogy ezek az elismerések, a szakmai elismerések, a civil elismerések kárpótolják mindazt a lemondást, amit az ember ebbe beletett. És azt tudom mondani, hogy mindenkinek tudom ajánlani a rendőri szakmát. Nyilván tudom, hogy kellenek orvosok, pedagógusok, szakmunkások, mérnökök, de aki úgy érzi, hogy segíteni szeretne a társadalom jobbátételére, aki segíteni szeretne az embereken, vagy elkötelezettséget érez arra, hogy a rendet fönntartsa, és tegyen azért, hogy rendben, békességben éljünk, annak tudom ajánlani ezt a rendőri szakmát azzal, hogy tényleg bármi elérhető megfelelő szorgalommal és igyekezettel.